És hát lehet, hogy nem fejezzük be, de azért bele kóstolunk ugye a keresztes háborúkba, amiket ugye általában úgy szoktak emlegetni, hogy hát ez a szégyen volt ugye a keresztény és a katolikus egyház múltjában, amiért nem győzünk eléggé bocsánatot kérni, és hát szegény muszlimokat ugye fanatikusan leigáztuk, és mindenféle ugye, hát hogy mondjam, gonosz tettet követtünk el ellenük. Na most ez azért ezeket is, amiket eddig elmondtam, figyelembe kell venni. És hát az, hogy a keresztes háborúk valójában 400 éves muszlim elnyomásra való válaszként születtek. Tehát ez alapvetően egy védekező hadjárat sorozat volt, 7 hadjáratból állt, amikor is ugye a nyugati keresztények próbáltak segítségre sietni a segítségért ugye folyamodó keleti testvéreiknek, nevezetesen a bizánci császárnak a segítségére. Megpróbálták felszabadítani a szeldzsuk, ugye törökök, ezek a törököknek az ősei a szeldzsukok. Ugye a szeldzsuk uralom alól megpróbálták felszabadítani a jeruzsálemi szent helyeket, és megvédeni a jeruzsálemi zarándokokat, akiket ugye bizony nagyon sokszor hát megöltek, megnyomorítottak és rabságba ejtettek ugye. Nem véletlen, hogy a középkorban alakultak a fogoly kiváltó rendek, ahol a szerzetesek ugye pénzzel vagy a saját életükkel kiváltották a rabságba esett keresztény ugye foglyokat, hiszen ez volt a sorsuk ugye a Közel-Keleten. Na most ugye ez nagyon különös, hogy mi történt a szent helyekkel ugye muszlim uralom alatt. Tudnilik, ugye Mohamed utáni évszázadokban annyira elterjedt az iszlám Észak-Afrikától Afganisztánig, Jementől Szíriáig, hogy az egykori Bizáncból csak Görögország és a mai Törökország területe maradt. Sőt, 711-ben a muszlimok átkelnek a gibraltári szoroson, és ugye fél éven belül megszállják az ibériai félszigetet, és tovább nyomulnak Európában egészen addig, amíg ugye 732-ben Martel Károly, Nagy Károly nagyapja a Poitiers ütközetnél megállítja őket. De egyébként ugye hát Spanyolországban ott uralkodik az iszlám, a kordobai kalifátus megalapítják, és hát olyannyira erős ez a hatás, hogy még a keresztények is átveszik az arab nyelvet és az írást a liturgiában, és így születik az úgynevezett mozarab rítus, ami azt jelenti, hogy az arabok között élő keresztényeknek a rítusa. Szóval megtapasztaltuk mi Európában, hogy mit jelent muszlim uralom alatt élni. Aztán ugye 638-ban elfoglalják Jeruzsálemet, vallásadót kell fizetni a keresztényeknek, és egy Omár nevű kalifa biztosította a keresztényeket, hogy életük, tulajdonok és templomaik abszolút biztonságban lesznek, hiszen a Korán szelídebb ugye szúrái versei szerint nincs kényszer a vallásban. Hát igen, ám csak a másik uralkodó másként gondolta ezt az egész dolgot, ugye. Egyébként ott a mórok által uralt Spanyolországban egy bizonyos kulturális virágzás is bekövetkezett Harun al-Rashid kalifa alatt, aki ugye hát még a szent helyek tulajdonjogát is átruházta Nagy Károly császárra, és hát tudjuk azt, hogy voltak egész komoly muszlim, ugye például csillagászok, matematikusok, innen ugye az arab számok például, amelyeket mi is használunk, vagy például sok kevesen tudják, hogy a ókori filozófusok, mondjuk Arisztotelész írásait, azokat ugye muszlim filozófusok mentették át, és ilyen arab közvetítéssel fedezték fel ezeket újra a középkorba, és ennek alapján kezdett utána virágozni ugye a skolasztika középkornak a nagy filozófiája. Tehát voltak ilyen fényesebb és szabadabb korszaka is az iszlámnak, de ez mindenképpen a időnek a kisebb részét jelenti, tehát ez inkább kivételnek számít, mint szabálynak. Tehát a 10. században már ugye a Szentföldön erőszakos összetűzések alakultak ki, amikor az úgynevezett Fatimidák dinasztiája jutott hatalomra,
Egyiptomban, Szíriában, Palesztinában, és 979-ben Jeruzsálemet is bevették, és fölgyújtották a feltámadás, vagyis a Szent Sír templom kapuit Jeruzsálemben, a pátriárka és a lángok közt lelte halálát. Amikor a bizánci birodalom védekezett, és a Fatimida kalifa vereséget szenvedett, akkor a uralma alatt álló keresztényeken állt bosszút. Megtiltotta a nyilvános körmeneteket, a keresztényeket minden köztisztségből kiszorította, vagy az iszlám fölvételére kényszerítette, 30 ezer templomot bezáratott, és elrendelte, hogy a Szent Sír templomban rombolják le az összes keresztény szimbólumot. Akkoriban még megmaradt az a sziklabarlang, ahova ugye az Úr Jézus temették, és ezt elrendelte ez a Fatimida kalifa, hogy ezt a barlangot szét kell vésni, majd hatalmas tüzet rakni rajta. És amikor ezt a hatalmas tüzet hideg vízzel eloltották, az omladozó követ leszakították, és így egyetlen csonk maradt, az, ami ugye ma is található a Szent Sír alatt. Tehát ugye most tavaly megnyitották ezt a Szent Sírt, és lefejtették az összes réteget, ami azóta épült, ugye, és megtalálták pont azt a sziklát, ami az eredeti ugye Szent Sírnak a része volt. Hát ez az, ami megmaradt a fatimidáknak a ugye rombolása és garázdálkodása után. Tehát ez egy rettenetes ugye élmény volt a keresztényeknek, még Európában is, amikor hallottak róla. 1056-ban 300 keresztényt utasítottak Jeruzsálemből, és megtiltották az európai zarándokoknak a Szent Sír templom felkeresését. Ugye szeldzsukok is elfoglalják megint Jeruzsálemet 1077-ben, és ugye a szeldzsukok szultánja igénytett át ugye Konstantinápolyra is, és hát a bizánci császár első Alexiosz veszélyben érzi magát, tehát ugye a római egyházhoz fordul és a pápához fordul segítségért, és hát megígéri, hogy a segítségért viszonzásul helyreállítják a egységet is, ugye, ami 1054-ben megszakadt, és elismerik a pápa főségét, tehát ismét fogjanak össze a keresztény testvérek, és hát ezt a segélykérést intézi második Orbán pápához, aki hát végül is ugye az úgynevezett Clermonti zsinaton 1095-ben hát meghirdeti az első keresztes háborút. Ezt a háborút kifejezetten védelmi céllal hirdette meg a pápa, mert Szent Ágoston óta ugye elismeri a kereszténység az igazságos háború elvét, vagyis hogy akit kirabolnak, megtámadnak, annak joga van védekezni. És egyszerűen a második Orbán pápa 1095-ben annyit mondott, hogy akik ugye elmennek a Szentföldre harcolni a Szent Sír felszabadításáért, és megvédik a Szent Sírt, azoknak a pápa teljes búcsút engedélyez. Tehát, hogyha elesnek ott a csatában, akkor a haláluk óráján is teljes búcsút nyernek. Mindazonáltal ugye megtiltja a pápa azt, hogy valaki hát ugye vagyonszerzési vágyból, kalandvágyból, vagy bármilyen tisztátalan ugye szándékkal menjen a harcba, és hát ugye tehát ezeket a szerencse lovagokat, kalandorokat mindenképpen ki akarja zárni. Mindenki gyűjtsön pénzt, és a tavasz beálltával keljen útra a Szentföldre. Deus vult, ez az Isten akarata, ez volt ugye a jelszó, és hát a keresztények nagyon-nagyon nagylelkűen válaszoltak is erre a felhívásra, és hát bizony hiába mondják itt egyes ugye keresztény ellenes történészek, hogy hát igen, mindenki meg akart gazdagodni, azt gondolta, hogy ott király lesz, gróf lesz, nagy földbirtokos lesz, hatalmas vagyont fog összerabolni, harácsolni, de hát magának a keresztes háborúnak a vezérei azok maguk is itt Európában nagy ugye családoknak a fejei voltak, örökösei, hatalmas vagyonnal, ranggal rendelkeztek, és hát bizony nem szorultak rá, hogy elmenjenek
mennek ugye messze földre, itt hagyva csapot, papot, vagyont, családot, gyereket, feleséget, és hát ott menjenek meghalni ugye a messzi távolba, hanem tényleg egy őszinte vallásos lelkesedés fűtötte őket. Ugye, tehát az, hogy a muszlimok szószegőké váltak, mert a Szent Sír templomot ugye meggyalázták, a keresztényeket gyötörték, a keleti testvérek segítségét folyamodtak, tehát ezek voltak az eredeti indokok. És hát én mindig mondom a gyerekeknek, akik itt nekem előjönnek az ilyen egyházellenes szólamokkal, még egyházi iskolába is, hogy hát igen, milyen erőszakos volt a kereszténység, hogy ottan ugye ezeket az ártatlan muszlimokat, hogy írtotta meg bántotta, akkor mindig azt mondom, hogy az, hogy ti most itt ültök egy iskolába, és nem harcoltok a fronton az iszlám állam érdekeiért, és hogy ti itt most magyarok lehettek, és nem pedig Omárok, meg Abdullahok, meg Fatimák, és hogy te nem szülöd a férjednek a 15. gyermeket 15 évesen, ez annak köszönhető, hogy voltak keresztes hadjáratok. Mert ha nem lettek volna, ugye ha Konstantinápoly már 1100-ban elesett volna, akkor 400 évvel korábban jöttek volna ugye Európába a muszlim csapatok, a szeldzsukok, és az európai kultúra valószínűleg nem jött volna létre, tehát sem szabadvárosok, sem katedrálisok, sem reneszánsz, sem tudományos fejlődés, ez mind elmaradt volna. Ugye hát mi magyarok megtapasztaltuk 100 év alatt, hogy mit jelent a muszlim uralom, voltak a Balkánon, akik 500 évig voltak a muszlim uralom alatt, és hát tudjuk, hogy ez mit jelentett a kultúrájuk is, a ősi ugye értékeik megőrzése, illetve elveszése terén. Szóval a pápa csak azoknak engedélyezett búcsút, és azokat biztatta, akik jámborságból és vallásos indítékból indultak útnak, és hát minden más indítékot és minden más jelenséget elítélt szigorúan, kiközösítélte, sújtotta azokat, akik raboltak, gyilkoltak, és ugye hát jogtalanul meggazdagodtak. Igen, szóval tulajdonképpen a 7 keresztes hadjárat közül csak az első volt sikeres, amit ugye egy Amieni Péter nevű remete kezdett szervezni, egy vegetariánus életet élő, de a bort azért meg nem vető remete, azt hirdette, hogy maga Krisztus szólította föl őt a szent helyek felszabadítására, és sikerült a prédikációjával 20 000 embert mozgósítania. Hát ezek azért már Franciaországba jövet, 1096-ban a Rajna vidéken csináltak egy-két garázdaságot, például, hogy megzsarolták a rajnamenti zsidókat. Hogyha nem adnak pénzt a sereg ellátására, akkor ugye hát föl kirabolják és fölgyújtják a házaikat, üzleteiket, és hát ezek a zsidók bizony kegyetlenül ugye fizettek. Hát ezt a fajta zsarolást és rabolást a helyi püspökök is, a pápa is elítélte, de hát sajnos ez is része a történetnek, hogy nem egyszer ilyen zsidó pogromok is történtek a keresztes hadjáratok során. Aztán ugye, tehát nehéz volt még az egyházi tekintélynek is olykor megállt parancsolni a fosztogatásnak és a mészárlásoknak. Minden esetre ez a tömeg, ez a csapat 1096-ban megérkezett Konstantinápollyal, ott ugye szembesült a szeldzsukokkal, véres vereséget szenvedtek, csak 3000 ember élte túl, de aztán ugye hát a többi keresztesekkel végül 1099. július 15-én, 5 hónapos ostrom után végül is bevették Jeruzsálemet. És Jeruzsálemben megalapították ugye a keresztény királyságot, Balduin, akit ugye királlyá nevezte ki, ez nagyon érdekes, ugye, hogy meg akarták koronázni jeruzsálemi királlyá, és azt mondta, hogy én nem fogok aranykoronát viselni, nincs jogom hozzá,
abban a városban, ahol az üdvözítő tövis koronát viselt. És ezért ugye csak a Szent Sír védőjének nevezte magát. Egyébként ez a Jeruzsálemnek a bevétele 1099-ben szintén ilyen mindenféle véres legendáknak a tárgya, hiszen azt mondják, hogy a keresztesek 5 hónapos ostrom után olyan vérfürdőt rendeztek, hogy a katonák térdéig és a kantárig érő vérben gázoltak. Hát, ahol még azt is mondják, hogy teljesen kiirtották a Jeruzsálemben található zsidókat, a muszlimok pedig azt mondják, hogy 70-100 000 halottja volt ennek a csatának. Na most ugye azt tudni kell, hogy akkoriban összesen 10 000 lakos élt Jeruzsálemben, tehát mondjuk a 70 000 áldozat az honnan? A másik dolog, hogy feltárták például azt, hogy ugye egyiptomi zsinagógában egy olyan listát találtak, amely a keresztes háborúk utánról származik, és egy hosszú lista van olyan zsidó családok neveivel, akik a keresztes háború utáni években jöttek el Jeruzsálemből. Hát, hogyha lemészárolták őket Jeruzsálembe, és kiirtották őket, akkor hogy tudtak holtan ugye kivándorolni egész Egyiptomig? Szóval elég érdekes dolgok ezek, és azt is tudjuk, hogy jóval a város bevétel előtt a keresztesek szabad jogot biztosítottak a Jeruzsálemben található zsidóknak, keresztényeknek és muszlimoknak, hogy elhagyják a várost mindenféle következmény nélkül. Tehát azok estek áldozatul, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel. És hát sajnos a korszellemhez hozzá tartozik, hogy vérfürdő azért volt, mert ugye egy város bevételekor 5 hónapos ostrom után a kétségbe esett katonák, hát bizony nem kímélték azokat, akiket ott találtak. Minden esetre, ugye hát ez volt az egyetlen sikeres hadjárat, a második hadjáratban elesett már Edessa is, az egyik fellegvár, a harmadik hadjáratban ugye Szaladin szultán ellen nem tudtak ugye sehogy sem boldogulni a keresztesek, Jeruzsálem visszaesett a szeldzsukok hatalmába 1187-ben, aztán ugye a negyedik hadjáratban már nem is a Szentföldet, hanem Bizáncot, ugye Konstantinápolyt fosztották ki a keresztesek, és ott alakítottak egy latin császárságot, ami ugye egy külön tördöfés volt a keleti keresztényeknek a szívébe, hogy a nyugati testvéreik kifosztották is, és ugye hát leigázták őket 1203-ban. Aztán ugye ilyenek is voltak, hogy gyermeket hadjárata, azt gondolták, hogy hát ami a bűnös, ugye korrupt felnőtteknek nem sikerült, azt az ártatlan gyerekeknek megadja a Jóisten, és ilyen tizenéves gyerekeket szerveztek nagy számban, egy francia pékinas tette ezt, és ugye hát sajnos ugye nem is jutottak el a Szentföldig, hanem útközben kalózok és mindenféle rablók áldozatául estek. De hát ez is látszik, hogy mennyire népmozgalom volt ez, mennyire megmozgatta az egész európai társadalmat. Aztán olyan nagy emberek is részt vettek ebben a ugye mozgalomban és a csatákban, mint ugye rőtszakálú Frigyes, mint ugye oroszlán szívű Richard, angol király, mint ugye második András, magyar király, ugye Szent Erzsébetünknek az édesapja 1217-ben, Szent 9. Lajos francia király 1248-ban, de hát ezek mind hiába voltak, mert 1291-ben Akkón nevű erőd elestével a Szentföld is elesett, és el kellett hagyni ugye a Szentföldet véglegesen a keresztes lovagoknak. És hát lezárom így a mai alkalmat azzal, hogy hát ugye ennek ellenére, hogy egy katonai ugye kudarc volt végül is ez a vállalkozás, de hosszú időre meggyengítették az iszlám befolyását. Aztán ugye Nyugat például kapcsolatba került a Kelet kultúrájával, szellemiségével, ennek nyomán kialakult ugye nyugaton a skolasztika, a ugye Arisztotelészre alapozódó középkori filozófia,
Számos keleti erekje került nyugatra, aztán ugye a ferences meg a domonkos mozgalom, a kolduló rendek nem utolsó sorban azért tudtak elindulni, mert ugye látván a jeruzsálemi és a betlehemi szent helyeket, ugye Jézus földi életének a színhelyeit, azoknak az egyszerűségét, szegénységét, megindult egy ilyen szegénységi mozgalom Európában is. Tehát a vallásosságot mindenképpen meghatározta. Aztán ugye hát a keresztény nyugat mégis összefogott a muszlimok ellen, mégis felfedezte a közös gyökereket és a közös ugye érdeket is, és például ez segített abban is, hogy visszavették legalább Spanyolországot a muszlimoktól. Aztán ugye nem utolsó sorban fölvirágzott a levantei kereskedelem, tehát ugye a keleti kereskedelem. Ebből elsősorban Belence és az észak-itáliai városok profitáltak. Ugye volt egy ilyen is a negyedik hadjárat során, hogy Belence akkor engedte el az úti költséget, akkor engedte a hajóit a kereszteseknek, hogyha elfoglalják a magyar királytól Zára várát, ugye, a Velence számára. Tehát voltak itt ilyen nagyon tisztátalan is hátsó érdekek is, és hát nem utolsó sorban, ugye hát ezeknek a városoknak a kapzsisága is hozzájárult a kudarchoz, de minden esetre azt kell mondanunk, hogy egy nagyon nagy lelkű vállalkozása volt ez alapvetően a nyugati kereszténységnek. Manapság ugye hiába mondják nekünk, hogy kihalt teljesen a közel-keleti keresztény ugye, közösségeknek a nagy része. Hát a nyugati világ mit csinál? Azt mondja, hogy hát mégis ez nem a mi dolgunk, mit tegyünk mi? Hát őrzője vagyok én testvéremnek, ugye azt mondjuk, mint egykor Káin, ugye, hogy mi közöm hozzá, sőt, hát a nyugati, ugye, liberális erők szövetkeznek inkább a radikális iszlámmal, mint a keresztényekkel, pedig hát ugye statisztikák szerint 4 percenként ugye egy-egy keresztény arról a vidékről ugye vértanúvá válik, áldozatául esik. Úgyhogy hát Európa, én azt hiszem, hogy hát ha túl nehéz volt neki Krisztusnak az édes igája, akkor majd előbb-utóbb megtapasztalja, hogy milyen Mohamednek a kemény igája. És hát mit jelent az, hogyha tényleg semmi azokból a szabadságjogokból, amit a kereszténység ugye talaján sikerült fölépíteni Európában és a nyugati világban, hogyha abból semmi nem marad, de hát a mi felelősségünk is, hogy ezt ne engedjük is, hogy hát legyen bennünk annyi öntudat, hogy elsősorban belülről ugye erősítsük a mi identitásunkat, a mi ellenálló képességünket, és azt a vágyat, hogy hát megőrizzük azt, amit őseinktől kaptunk is, hogy az ő méltó utódjaiknak bizonyuljunk. Na, hát akkor röviden ennyi, és köszönöm a kedves figyelmet, aztán